Telte göttingai szellem neveltje, az ifjúság virága volt, Kant híve, verset és dalolt, ködülte, német alföldi tájról hozott új eszmét, új tudást. Az orosz irodalom meghatározó alakja Alekszandr Szergejevics Puskin romantikus verses regénye nyomán vitte színre Nagy Botond, az Anyegint a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál. A fiatal rendezőnek ez már a második munkája a társulattal, a Homokszörny című előadás után. Kétségeit nemes szívének, rózsás álmokba rengeti. Az élet cél. Milyen cél? Regy. Ez az eset. A Gyergyói Társulat tagjai mellett az Anyeginben az ősfigura egyik tagja, Szakács László is játszik, illetve meghívott előadóként két színi főiskolás szerepel, továbbá külső munkatársakkal is kiegészül az alkotócsapat. Engem elsősorban Faragó Zénónak a személye inspirált, mint Anyegin. A Homokszörny után éreztem, hogyha nekem még lesz egy lehetőségem itt dolgozni, akkor az biztos, hogy valami olyan szeretnék választani, ami elsősorban egy kicsit róla is szól meg, hogy őt vele dolgozni többet. Illetve a társulat többi része is egy olyan csapat, amelyel mindig vagy hogy egy örömteljes pillanat volt az előző előadás is, meg a mostani még inkább, és ismertem a teret itt, ismertem a helyzetet, egy kicsit a nézőket is, a várost, és úgy éreztem, hogy ez lehet csak az a pont ezekkel az emberekkel megcsinálni egy ilyen művet. Amikor ide jöttem, ugye láttam, hogy ez egy nagyon jó csapat, ami itt van, de úgy mindenki az egész színházban, minden egyes ember itt úgy működik, mint egy család. És hát először ugye féltem, hogy ebbe vajon én hogy fogok tudni beleilleszkedni, úgyhogy az eleinte még így lassan, hát nyilván megfigyeltem a dolgokat, és aztán fokozatosan beleépültem, és úgy érzem, hogy most már én is így a része vagyok, és nagyon-nagyon jól érzem magam. Tehát, hogy itt egymást segítik az emberek, ahogy én látom, és ez szerintem nagyon fontos. Ez izgalmas dolog, kikerülni a tanterembe, tehát egy nagyobb térbe, meg teljesen új csapat, teljesen más világ, de nagyon jó tapasztalat volt. A színházi adaptáció, bár követi a Puskin műcselekményszálát, inkább zenei betétekre, mozgásszínházi megoldásokra, fény- és hanghatásokra építkezik. De lássuk Dióhéjban a cselekménysort. Anyegin útkereséséről szól a Puskin regény. Az ifjú egy jómódú család sarja, aki sok mindenben kipróbálja magát, de sorra mind elunja, ahogy a fényűző nagyvárosi életet is. A lánya tehetséges. Nem igazán, de azért köszönöm. Vörös áfonya frissítőt, Monsieur Anyegin. Köszönöm. Egy kicsit kesernyés, nem? Vagy inkább üdítő? Élvezi a vidéki életet?
Igen, nagyon kellemes, igen. Elképzelésem szerint inkább untatja, unalmasnak találja, és hiányolja a kifinomult ízlést. Nem. Egyáltalán nem. Ő egy, mondhatni, életunt ember, akinek minden lehetősége megvan arra, hogy megkeresse, vagy megtalálja a saját céljait, de fáradt ahhoz, hogy ezeket így felfedezze. Azt gondolom, hogy mindenkinek az életében van olyan korszak, mondhatni, amikor összekeveri a dolgokat, mondhatni az érzéseit, vagy az érzései, vagy az értelme alapján hoz döntéseket, aminek persze majd előbb-utóbb belátja a következményét is, de lehet, hogy akkor már késő. És Anyegin jelen esetben akkor látja be, amikor már késő. Mennyire áll közel hozzád ez a karakter? Közel áll hozzá. Végeredményben, mert mondhatni, nekem is volt egy ilyen periódusom. Tehát amikor az ember így próbálgatja magát, kipróbál ezt is, azt is, azt mondja, hogy szabadság, de inkább szabadosságot él meg. Tehát, hogy azt gondolom, ez is kell, hogy helyre kerüljenek a dolgok. Ahogy nagyapám mondta, hogy minden rendben van, csak semmi sincs a helyén. És akkor ezt azt gondolom, hogy mindenki a maga felelősségéből vagy megteszi, vagy nem. A nagyvilági élettől megundorodott címszereplőt egy váratlan örökség falura szólítja. Itt megismerkedik Lenszkijjel, az álmodozó fiatal költővel, és általa a Larin családdal. Az idősebb Larin lány, Tatjana, beleszeret Anyeginbe, levelet is ír hozzá. A férfi udvariasan, de határozottan visszautasítja a közeledést. Nagy utat jár be ez a végére menő. Egy gyerekként indul, és az első nagy szerelem azt, ahogy megéri, ahogy lezajlik benne ez az egész, amit szerintem nagyon jól megfogott Boti. Ez a düh, a tehetetlenség állapota, hogy ott van, hogy nagyon, hogy bármit megtenne azért, hogy együtt lehessenek, és egy falba ütközik. És aztán meg ugye találkoznak. Megint. És ott borzasztó érzés. De nagyon szép az út, amit bejár. Szerintem izgalmas. Tatjana névnapján Anyegin pillanatnyi ötlettől vezérelve udvarolni kezd Olgának, a fiatalabb lánytestvérnek, akiben Lenszkij szerelmes. Az ifjú vőlegény párbajra hívja Anyegint, de vesztére Lenszkij meghal. Vladimir Lenszkij ugye a fiatal, hős, szerelmes, Anyegin legjobb barátja, mégis már csak dacból is nem lép vissza. Tudja, hogy meg fog halni, mert nem egy szinten állnak. És tisztában van Anyeginnek a
képességeivel is. És ennek ellenére azt gondolom, hogy bele csöppen ebben az életben, mert ő nagyon, nagyon szeret megfigyelni dolgokat. Nagyon egy naív ember, és van benne egy ilyen nyansznyi gyerekesség. És bár meghal, mert tudja, hogy meg fog halni, de azért a szívem mélyén benne van az érzés, hogy anyagin úgyis a barátom megölt, vagy meg fog ölni, de én azért mégis szeretem őt. A történet végén Anyegin egy moszkvai fogadáson találkozik újra Tatjanával évek múltán. Beleszeret a már férjezett és előkelő asszonyba, de most Tatjana utasítja el. A cselekményszál felgöngyölítése az előadás során mondhatni akadálytalanabb volt azon nézők számára, akiknek már eleve ismerős volt a klasszikus darab, mint annak, aki most találkozott először a történettel. Mégis a tragikus jelenetek, a rendezői fogások, az installációk hatása és a színműbe ágyazott rendezői üzenet minden bizonnyal nyomot hagyott minden egyes nézőben. Nekem ez a második munkám Botival, ő ilyen asszociatív módon is rendez, vagy illetve nyitott sok olyan kérdésre, ami fölmerül a próbákon. Tehát, hogy nem az van, hogy előre egy otthon eldöntött forgatókönyv alapján, hanem az otthon előre forgatott könyv alapján nyitottan gondolkodik, és ezért is szeretem, mert hogy kíváncsi a színészre, és a színész meg, hogyha nyitott, akkor ez egy párbeszéd tud lenni. Ez nem minden rendezővel van így, nem feltétlenül jelent ez rosszat vagy jót, ez egy másik típusú színház, ami ő úgy nevezi, hogy technopoetikus installáció. Ez egy, nehéz ebbe a műfajba belehelyezkedni, mert az az iskola, amit én tanultam úgymond a színházról, az teljesen másfajta tudást vagy tapasztalatot ad. Itt gyors videóklipszerű váltások, nincs idő arra, hogy egy karaktert így fölépíteni az elejétől a végéig, tehát megtörténhet, hogy éppen csak egy villanást látunk, vagy itt a színész feladata sokszor ebben az előadásban az is, hogy keresztül vigyen díszletelemeket, vagy csak látvány legyen, illetve megvannak azok a pillanatok, amikor színészként kell jelen lenni, és van, amikor egyszerűen csak létezni kell, meg különböző olyan feladatokat kell ellátni, ami úgy nem szokványos, hagyományos színházban. Ismertem korábbról is Botit, viszont tényleg ez a műfaj, amit ő csinál, ez egy friss, egy olyan dolog, ami nem hétköznapi, nem egy kőszínházra jellemző. És szerintem ez egy nagyon-nagyon bátor dolog, amit ő végez. Mert megérint olyan dolgokat, amiket más rendező vagy más emberek nem mernek. Egyfajta kísérlet színház. Útkeresésről szól a Puskin nyomán rendezett darab, amely során az emberi léttel kapcsolatos egyetemes kérdések merülnek fel. A cím szereplő, a szerző, a rendező, és ezáltal a néző útkeresése is.
Az előadás sokszínűen bontja ki az ember viszonyát a világgal, illetve önmagával. Érzem, hogy a színház manapság az már egy univerzálisabb térré kell váljon, mondhatni játszótérré például, amiben én a személyes életemből olyan dolgokat engedek meg magamnak használni, amik által én fel tudom építeni a saját világomat, vagyis azt a világot, amit én első olvasatra megidéződik, vagy megszületik bennem. Egy olyan fajta utat keresni, ami őszinte és személyes tud lenni, mármint számomra őszinte és személyes. És ezt egyféleképpen egy univerzálisíkba áthelyezni, pont Goethe mondja, hogy a költő csak akkor érdemli meg a nevét, hogyha a személyes érzelmein túl egy univerzális világot tud megteremteni, és azt kifejezni tudja. És úgy érzem, hogy alapvetően én most nekem fontos, hogy a fiatalokat szólítsam meg elsősorban. Érzem, hogy most ez a generáció, amiben mi élünk, nem tudom, Y vagy Z vagy W generáció, nem tudom, mindegy, egy olyan erővel létezik, hogy hegyeket kell mozdítson, és elsősorban szerintem mi kell összefogjunk ahhoz, hogy ne inkompetensek irányítsanak, ne nyeljünk le mindent, amit így készen tálcán hoznak nekünk, hanem először szagoljuk meg. Fontosnak tartottam, hogy elsősorban érzelmeket közvetítsünk. Fontosnak tartottam azt, hogy gyomorszájon vágjuk a nézőket és magunkat is, és ez pedig szerintem a mai világban, ahol én hiszem azt, hogy a színház fel tudja venni a versenyt a videoklipekkel, vagy nem tudom, akármilyen más ilyen multimédiás történettel. Ebből a szempontból pedig egy olyan nyelvezetet, egy olyan formai világot kerestem, vagy ehhez az egészhez, amely lehetővé teszi azt, hogy a legjelentéktelenebb gesztusnak is egy drámai töltetet kapni, amiből az egész egy személyiséget, egy személyes légkört tud alkotni. Mit jelent különösen lenni?
A bűnök, amiket elkövettünk a múltban, azokat elkövetjük a jövőben is, mert az ember nem változik. Mindannyian bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk abban, amikor nem veszünk fel a telefont, hogyha az apánk vagy a lányunk hív. Bűnösök vagyunk abban, hogy engedjük, hogy balfaszok irányítsanak. Bűnösök vagyunk abban, hogyha nem tetszik egy színházi előadás, nem állunk fel és nem megyünk ki. Bűnösök vagyunk abban, hogy a szemünk láttára embereket ölnek meg, és mi szemet hunyunk felette. Bűnösök vagyunk abban, hogy felejtünk túl gyakran és túl sokat. Bűnösök vagyunk abban,